A Magyar Tudományos Akadémia innovációs díját nyerte el a fix fogsor protézis rögzítési eljárás, mely segítséget jelenthet a műfogsor problémával küzdködőknek. A díj ünnepélyes átadására november 6-án került sor a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. A 9. alkalommal átadott kitüntetéssel olyan gyártókat, szolgáltatókat, fejlesztőket díjaztak, akik az idei évben a legjelentősebb szellemi alkotásokat, illetve azon alapuló termékeket hoztak létre, illetve eljárást vagy szolgáltatást nyújtanak. Az idei évben a Bíráló Bizottság fogászati gyógyító eljárást is elismert a rangos díjjal, amellyel a kiemelkedő innovációkat és szolgáltatásokat jutalmazzák. A kecskeméti fix fogsor rendelő protézis rögzítési eljárásával érdemelte ki a zsűri pozitív döntését. Az eljárás azok számára jelenthet megoldást, akiknek teljes protézisre van szükségük. Napjainkban a fogászati kezelések terén az implantátumok használata egyre népszerűbb, hiszen a hagyományos eljárásokhoz képest számtalan előnnyel rendelkeznek. A beavatkozás során a fogsora kifejezetten erre a célra továbbfejlesztett implantátumok segítségével kerül rögzítésre, így olyan stabilitás érhető el, hogy nem kell ragasztani, sem attól tartani, hogy beszéd közben vagy bármilyen társasági eseményen kiesik. A módszer több innovációs fejlesztést is tartalmaz. A díjnyertes eljárásról további részleteket tudhatnak meg a műfogsorrögzítés.hu weboldalon.